A bajnoki rajt után is folytatja a felkészülést a DF Renalpin együttese. Hétfő este ugyanis az MB2-ben szereplő Elte ellen lépett pályára Baranyai Pál csapata. Bár a találkozót 6-3-ra megnyerték a hazaiak, a vezetőedző kiemelte, a felkészülési időszak és a bajnoki rajt tapasztalatai alapján még rengeteg munkára van szükség az alakulatnak ahhoz, hogy stabil csapattá váljon az első osztályban. Ma is azért látszódott rajtunk, hogy nem vagyunk még mindig labdabiztosak, és ezekből a sajnos NB1-ben, amiket mi csinálunk, egy ilyen NB2-es csapat, aki nem olyan erőképvisel, mint amilyet mi, hogy el tudjuk adni a labdákat, ezeket nagyon NB1-ben nagyon-nagyon kihasználják sajnos, ez Csömörön is meglátszódott. Saját hibáinkból kaptunk ki. A Csömör egyetlen egy gólt nem rúgott úgy, hogy kijátszották volna sokmatra, vagy átlövés, vagy akármi, hanem a mi hibáinkból éltek, és azt elég rendesen kihasználták. Kénoszt Ferenc, a vendégek vezetőedzője a vereség ellenére elégedett volt a látottakkal, hiszen magasabb osztályú ellenféllel szemben maradtak alul. Nekünk csak 2 hét volt az edzésekből, tehát még a játékos állományom is még bővülni fog. Én azt mondom, hogy nagyon jó edzés volt, gyakoroltuk figurákat, játékosokat, volt 2-3 új játékosom, aki még tanulja, azért az ellenfél az NB1-ben játszik. Teljesen jó mérkőzést láttunk szerintem. A dunaújvárosiak az NB1 második fordulójában a Vasas együttesét fogadják hazai környezetben. A találkozó szeptember 1-én 7:30-kor kezdődik a dunaújvárosi sportcsarnokban.